Hát elérkezett az az idő, amikor megszületett az a döntés, hogy a fiatalok számára is van jövő, van perspektíva, ez pedig nem más, mint a 2017-es Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál, amire a kormányzat részéről soha nem látott támogatást kapott Győr városa. Persze egy ilyen támogatás nem jön egyszerűen, hanem itt a győrieknek ki kell, hogy érdemeljék, és az itt elvégzett munka mind-mind azt bizonyította, hogy joggal, ugyanakkor pedig valóban jó döntéssel döntött annak idején a kormányzat, hogy közel 10 milliárd forintot ad erre az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál infrastruktúra fejlesztésére. Aztán jött egy újabb fordulópont, ez már egy kicsit nehezebb dió volt, ez pedig nem más, mint hogyha van és vannak komoly csapataink, vannak olyan csapatok, akik nem csak a magyar bajnokságokban, hanem a nemzetközi bajnokságokban is nagyon eredményesek, és itt természetesen szeretném az első helyre kiemelni a női kézilabda csapatunkat. Szóval, ha van egy ilyen csapatunk, és ekkora az igény Győrben arra, hogy legyen egy komoly multifunkciális csarnok a Győr városának, akkor én azt gondolom, hogy akkoriban, mint országgyűlési képviselő, de mint polgármester is, úgy a kötelességem volt, hogy azért küzdjek, hogy megint csak legyen egy olyan döntés, egy olyan támogatás a kormányzat részéről, mert úgy döntenek, hogy Győrben valóban felépülhet kormányzati támogatással egy multifunkciális csarnok. Na szóval most itt állunk a Bokréta ünnepen, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. És én azt gondolom, hogy legalábbis én így érzem, jó érzés fog el akkor, amikor látom a jelenlegi állapotot. Ezért nagy örömet számunkra az, hogy az Audi Hungária Motor Kft. Nevében bejelenthetem, hogy mi a vállalatunk a következő 10 évre névadó szponzora a csarnoknak. Ennek a csarnoknak az Audi Arena Győr lesz a neve.